Jó estét kívánok! A Zentai Kamara Színház megtartotta első bemutatóját immár hivatásos színházként. Vukoszágyev Iván társulata Molière a Fösvény című darabját vitte színre. Társulatavató évadnyitó előadásnak olyannak kell lennie, ami a lehető legszélesebb közönségnek, a gimnazistáktól a nyugdíjasig mindenkinek tetszhet. És tulajdonképpen Molière, hogy úgy mondjam, bizonyított 300 év alatt, hogy lehet belőle jó előadást csinálni. Nem könnyű, mert ugye egy nagyon más színházi konvencióban élt és dolgozott ő, sokkal többet illett akkoriban beszélni a színpadon a szereplőknek azért, hogy kiderüljön mindenkinek a szándéka, motivációja. A mai néző sokkal kevesebb szóból ért, mert figyel az akcióra. Tehát a filmes kultúrán nevelkedett nézők, különösen a fiatalok nagyon gyorsan dekódolják a helyzeteket, értik, nem kell mondani. Hát igazából nincs ebben semmi régies, tehát azok a problémák, amik az előadásban és a darabban előfordulnak, ugyanazok előfordulnak ma is, tehát a beteljesületlen szerelemtől kezdve, hogy a konkrét dolgot, tehát a fösvénységet ne is említsem, ez abszolút jelen van a mai világban is. Hát nem tudom, a ruhák szinte korhűek, viszont a díszletünk már egész modern, ahogy én gondolom, de szerintem nagyon sokat hozzátesz. A szövegen nem sokat változtattunk, annyiban más, hogy sok minden ki lett húzva, és a rendezőnk előtte kicsit meg is átdramatizálta, de az I. és Gyula fordítás az megmaradt. És hát annyiban nehéz, hogy rengeteg szöveggel van elmondva az, ami beleférne egy mondatba. Tehát egy monológnyi szöveget kell elmondani, és közben nagyon sokszor ugyanazt a valamit ötször körülírja, csak másként. És akkor ezekkel küzdöttünk egy kicsit, de hát ez szerintem megoldódott. Ezt a darabot nem kell aktualizálni, mert az. Mindig is az volt, és mindig is az lesz egy aktuális darab. Csak persze felmerül mindig a kérdés, hogy melyik szemszögből közelítjük meg, hogy melyik oldalról világítjuk meg, melyik dolgokat emelünk ki is, és melyikeket nyomunk a háttérbe. Úgyhogy igazából meg tudjuk csinálni a saját kottánkat, a saját történetünket. Hát, hogy most ez mennyire sikerült, ugyebár ezt majd a néző eldönti. De szerintem nagyon, nagyon tud szólni a mai embernek. Mindenféleképp kell, hogy valamilyen szinten szóljon a mának, tehát hogy a mai embereknek. Én azt hiszem, hogy amiben mai ez a darab, az a játék. Tehát mondjuk a kosztümök, azok korhűek. Ez a játékunkban nyilvánul meg abban, hogy vannak benne apróságok, olyan kis megoldások, amik földobják, és valahol még korhű is, de valahol meg mi is benne vagyunk. Nagyon sok minden itt a színházban ránk van bízva, olyan értelemben, hogy díszletépítés, kellékkészítés, kosztümök, stb. Minden olyan dolog, ami most például veszük az Újvidéki Színházat, a Szabadkai Népszínházat, a Kosztolányi Színházat, van technikájuk, van kellékes, vannak ezekre a posztokra beosztott emberek, de ez nálunk nincs. Úgyhogy nagyon sok mindent mi csinálunk, és valahol azt érzem, hogy pont ez miatt, és hát nem tudom, hogy pont ez miatt, de valahogy sokkal jobban tisztelem és becsülöm azt a kelléket, amit tudom, hogy az egyik partnerem készített, és pont amikor neki nem volt jelenete is, elmehetett volna kávézni, meg cigizni, nem, ő az idő alatt kelléket gyártott. Valahogy így szerintem jobban vigyázunk ezekre a dolgokra. Valahogy intimebb ez az egész
fizikai, úgymond része az előadásnak, pont ez miatt, mert minden a miénk. A próba folyamat is egy jó hangulatba zajlott. Hát nagyon nagy előny, ugye, amikor 9 ember már nagyon, nagyon jól ismeri egymást, amikor már el tudunk egymásnak mondani dolgokat, hogy nem félünk úgymond egymás előtt. Nem félünk próbálkozni, nem félünk javaslatokat adni. Úgyhogy jó hangulatba teltek a próba hetek. Kíváncsian vártuk, izultunk is egy kicsit, hogy fog kinézni. Én úgy érzem, hogy továbbra is nagyon jól dolgozunk együtt, csak valahogy átformálódtunk. Valahogy más a helyzet, valahogy máshogy egészítjük ki egymást, de olyan, mintha még jobban kiegészítenénk egymást. Én nagyon azt érzem, hogy jól működünk, és mondjuk most már én egyáltalán nem félek attól, hogy egymásra unnunk. Jó, persze megtörténhet, de úgy érzem, hogy nem. Egyszerűen nem adunk erre lehetőséget, hogy megtörténjen. Nagyon jól tudunk alkalmazkodni egymáshoz, és jól tudunk dolgozni. Tehát érzékeljük, amikor a másik most nincs elemében, vagy rossz kedve van, és tudunk hozzá úgy viszonyulni, vagy esetleg tudjuk egymást inspirálni. És ez nagyon sokszor a hasznunkra vált, mert szükségünk is volt rá. Elvezették a torkom! Eladták a pénzem! Ki hová le? Hol van? Mit csináljuk, hogy fogjam meg? Merre fussa! Merre ne fussa! Igazán nincs ott! Nincs ott! Nincs itt! Nincs itt! Itt van! Itt lesz! Itt van! Megállj a szemben! Megállj! Ki vagy? Ki vagy? Ad vissza a pénzem! Eredetileg a darabban több, mint 9 szereplő van, de a dramaturgiai munkákat még mielőtt elkezdtük volna a próba folyamatot, a rendezőnk elvégezte, és így, hogy úgy mondjam, megizmosodtak ezek a szerepek, amelyek különben még kisebbek lettek volna. Így mindenkinek jutott egy szép, markáns szerep, ugyanis ez volt a célom ebben az egész évadban, hogy mindenkinek mindig jusson feladat, hiszen csak így tudnak tanulni, csak így tudnak fejlődni. Ezen kívül még 2 színházi produkciót, kőszínházi produkciót tervez. Az egyik a Szabó Magda regény lesz, a Szigetkék, amelyet az alsósoknak és az oldásoknak szánunk. A következő pedig egy krimi, amit már Londonban is 50 éve játszanak, Agatha Christie-nek az Egérfogója. És ott is már elég sikeresen játsszák 50 éve, gondoltam, nálunk is megpróbálhatjuk ezt eljátszani. Vajdasági magyar színházakban még nem is szerepelt a műsoron. És ezen fölül még ugye gondolom újra fogjuk írni, és újra tervezni, és újra álmodni a Zentai csatát. Ez lesz a nyáron készülő produkció, amit már átcsúszik a következő évadba. Szeptemberben mutatjuk be, hogy az elmúlt 2 évben is a Városháza előtti a város főterén. Ezen kívül pedig még készítünk 2 olyan előadást, amely a színházi nevelést foglalja magában, és amelyel elmegyünk az iskolákba, az iskolások problémáival foglalkozik, tehát úgy a felsősök, mint a középiskolások napi problémáival, és itt beszélgetünk velük, de egy bizonyos dramaturgián keresztül, tehát teljesen meg lesznek építve a játékok, amelyek az osztályokba játszódnak, tehát ott lesz a tanár, a tanárnő, tehát mi fogjuk alakítani, hogy így mondjam, és,
és még a diákokat is bevonjuk ebbe a beszélgetésbe, hogy nekik mi a véleményük a különböző napi problémáikról, tehát egy ilyen nem kibeszélő show, de viszont egy beszélgetős színházi nevelési előadás lesz. Az 1872-ben alapított Moszkvai Állami Történelmi Múzeum a világ egyik legnagyobb múzeuma. Több mint 4,5 millió leletet őriznek itt. Ezzel a fontos intézménnyel kötött együttműködési megállapodást a Vajdasági Múzeum. A Vajdasági Múzeum október végén aláírta a hosszú távú együttműködésről szóló szerződést a Moszkva és egész Oroszország történeti múzeumával. Az együttműködés a tudományos kutatásra, a kulturális és a történelmi örökségre, a muzeológiára és a néprajzra, valamint a közös kiállításokra, illetve a tárlatok cseréjére terjed ki. Ami ma magába foglalja a kiállítások cseréjét, a szakemberek vendégszereplését és szakmai ugye vélemény cseréket és a szakmai segítséget is. A Vajdasági Múzeum igazgatója a szakembercsere szempontjából is fontosnak tartja a Moszkvai Múzeummal való együttműködést. Nagyon komoly intézményről van szó, államilag támogatott, állami költségvetésen lévő intézményről, amelyiket az anyaggazdagsága miatt a kremli első ezred őriz. A vendégfogadó múzeumnak kell fizetnie a kiállítások biztosítási díját, viszont a Moszkvai Történeti Múzeum által felajánlott tárlatok ilyen szempontból sokba kerülnek. Az egy komoly tétet és egy komoly megpróbáltatást fog jelenteni majd az elkövetkezőkben, amikor azokat a kiállításokat kiválasszuk, amelyeket hát itt Újvidéken vendégül fogunk látni. Újvidékre szeretnék hozni a Romanov dinasztia portréiból álló tárlatot, amely jelenleg a Moszkvai Múzeum központi épületében látható. Mi láttuk ezt a kiállítást, több mint valószínű, hogy egy kisebb, hozzánk idomított, a mi tereink nagyságához idomított kiállítás fog vendégszerepelni nálunk, tehát ott, ahol nincs nemes fém. A Moszkva és egész Oroszország Történeti Múzeumának újabb tárlatai nyugati mintára készült modern kiállítások. Napóleon oroszországi hadjáratáról szóló, 1812-ről szóló kiállításon 43 touchscreen szereltek be a Napóleon által meghódított összes és elfoglalt összes városnak. A város kulcsa az most ott van kiállítva. Napóleon egyenruhája, a katonai ágya, a szánkó, amivel menekült Oroszországból. A Napóleon hadjáratát bemutató tárlat 200 millió rubelt kapott Oroszország költségvetéséből, ami több mint 1 millió 700 ezer euró. Moszkvában jelenleg megtekinthető a minden arany elnevezésű kiállítás is. Valóban a kiállításon minden arany, és aranyból van a 20-30 kilós evangéliumok, ortodox evangéliumok aranyveretétől kezdve az ikonok aranyveretéig. Tehát nem csoda, hogyha az embert a múzeum bejáratánál röntgenen sétáltatják át és kinyittatják vele a táskáját. A moszkvai látogatás alatt a Vajdasági Múzeum szakemberei megfigyelhették azt is, hogy az orosz kollégák hogyan állítják össze a tárlatokat. Véletlenül tudom, hogy egy olyan vitrin, amiből ott láttunk az egyik kiállításon 20-at, 30-at, 1 millió dináron
fölül forog az ára. Az Európai Unió támogatta a bronzkorról szóló kiállítást is a Moszkvai Történeti Múzeumban. Ott voltak olyan tárgyak, amit például azt írja, hogy magyarországi lelet, és nem volt közelebbi meghatározás, egy arany öv részletről van szó, és én megkérdeztem, hogy jó, ugye a szerző kalauzott bennünket, hogy jó, Magyarország, az tágfogalom, melyik régészeti lelőhelyről van. Azt mondta, hogy ő ezt nem tudja megmondani, mert hát ezt az orosz, a szovjet hadsereg hozta magával, és de ezzel nem dicsekszenek. A Moszkvai Múzeum a Vajdasági Múzeum római aranyozott sisakjait szeretné bemutatni. Már ők el is gondolták, hogy hol lehetne, lévén, hogy kevés tárgyról van szó, hogy hol tudnák azt kiállítani, és mit tudnának vele csinálni, hogy az ott úgy nézzen ki. A Vajdasági Múzeumot elsődlegesen az etnológia témakörével foglalkozó orosz kiállítások érdeklik. Ózer Ágnes számít a szakember cserére, ami főleg a konzerválás és a restaurálás terén lenne fontos. A kölcsönösség viszont szinte lehetetlen lesz a két intézmény között, mert Oroszország történeti múzeumát az állami költségvetésből, míg a Vajdasági Múzeumot a tartományiból pénzelik, és emiatt a Moszkvai Múzeum lényegesen több pénzzel rendelkezik. A Vajdasági Múzeum küldöttsége éppen akkor volt Moszkvában, amikor a Vörös téren megtartották az utolsó idei díszőrségváltást. A 20 percig tartó ceremóniát április 1-től október végéig minden szombaton tartják a turisták nagy örömére. 9. alkalommal zajlott le a Szabad Zóna elnevezésű dokumentumfilmfesztivál. Ezen a szemlén politikailag angazsált, társadalmi problémákat feszegető, provokatív filmeket mutatnak be, minden esetben a szólásszabadság és a demokrácia értékeit hirdetve. Smile please! Filmski Fesztivál, Szlobodna Zóna, Predstavljuk. A Szlobodna Zóna elnevezésű társadalmi témákkal foglalkozó dokumentumfilmek fesztiválját 9. alkalommal szervezték meg Belgrádban. Az idén először párhuzamosan mutatták be a filmeket Újvidéken és Nizsben. A világ minden részéről érkezett közel 30 dokumentumfilm közül 10-et vetítettek le az Újvidéki Kortárs Művészetek Múzeumában. Ez nem tematikus rendezvény, hanem a minőségi, jó filmekre fektetjük a hangsúlyt. Olyan alkotásokat tűztünk programra, amelyek vitákat nyitnak a társadalomról, a közösségünkről, a politikai kérdésekről. A fesztivál helyszíne eredetileg az Újvidéki Művelődési Központ volt. A szervezők azonban az utolsó pillanatban megszakították szerződésüket ezzel az intézménnyel. A központ igazgatója ugyanis nemrég eltávolított egy alkotást egy kiállításról, mert szerinte az sértő lehet bizonyos személyekre nézve. Igaz, szerződésünk volt a Művelődési Központtal, és az első fesztivált Újvidéken ezzel az intézménnyel akartuk megszervezni. Sajnos Andrei Feigeinek, a Művelődési Központ igazgatójának a cenzúrája ezt az együttműködést lehetetlenné tette. A Szlobodna Zóna Filmfesztivál pont az ellenkező értékeket képviseli. A szabad kifejezésmódot, a szólásszabadságot, a párbeszédet nem maradhattunk ott, hanem a cenzúrázott művészek iránti szolidaritásból elhagytuk a Művelődési Központ épületét. Ha ott maradunk, a programunk legalább annyira zavarta volna őket, mint az a mű, amelyet cenzúráztak. На крышу только. Давайте. А фестивалом mindenek előtt társadalmi problémákat boncolgató filmeket mutattak be. Ezúttal is megszervezték a vetítés utáni kerekasztal beszélgetéseket a szervezőbizottság 2 évvel ezelőtti döntésével összhangban. Szerintük így az érdeklődők kifejthetik véleményüket, és válaszokat is kaphatnak kérdéseikre, hiszen a filmek reakciót váltanak ki a nézőkből. Estére a Zsorás című filmről beszélgetünk. Ez a film minden szempontból különleges, nehéz lenne átmesélni. 2-3 síkon fut a film története. Ezek a szerelem, pontosabban a homoszexuális viszony, ha ez egyáltalán fontos. Továbbá a migránsok, mert az afgán migránsok a filmben egy párizsi híd alatt élnek. A harmadik pedig a láthatatlanság.
également. A nézők szavazatai alapján kiválasztott legjobb 5 film jogait megvásárolja a fesztivál, és Szerbia kisebb településein is bemutatja őket. Eddig Sophie Fiennes filmje bizonyult a legnépszerűbbnek, amelyben Slavoj Žižek szlovén filozófus játssza a főszerepet. Ennek a filmnek a vetítési jogait már korábban megvette a fesztivál, így hamarosan újra láthatja a közönség. Into our dreams. At that point, we are within ideology. Az Etna webmagazin szervezésében tanácskozást tartottak az online folyóirat kultúráról. Az internet és az irodalom kapcsolata számtalan kérdést vet fel. Ilyenek például a könnyű megosztás lehetőségének biztosítása a szerzői jogok védelme mellett, vagy a csupán anyagtalan fájlban létező szövegek tartós tárolásának problémája. Egyelőre ez egy nagyon fejlődő technológiának látszik. Látszik az, hogy az egész az halad előre. Valójában most a világ már a következő kihívásokról beszél. A Things of Internet, a dolgok internetje, ahol minden a világon, ami egyáltalán kommunikálni képes, az hálózatra kapcsolódik. Vagy ami eddig nem volt képes, az is a hálózatra kapcsolódik, és ezután képes lesz kommunikálni. Nyilván ennek óriási veszélyei vannak, óriási kihívás jelent, és ezért nagyon sokan gondolkodnak is rajta. Egyik oldal azt gondolom, hogy tehát van egy nagy perspektíva előttünk, amit nem látunk be, hogy hova fejlődik, de biztos, hogy nem mennék mondjuk 50 évre előre jósolni, hogy itt mi lesz. Hiszen azt gondolom, hogy senki nem gondolta akár 20 éve, hogy mi lesz az internet, mennyire el fog tedni, és mennyire be fog ivódni az életünkbe. Monitorról igazából nem jó olvasni, de egy csomó olyan eszköz van már, többek között pontosan az úgynevezett elakmus papírral működő elkönyvolvasók, amelyek nem a számítógép monitorának felelnek meg. Napfényben szem minimális választása nélkül nagyon jól és könnyen lehet hosszú szövegeket elolvasni ezzel. Az internet még annyiban is segít, hogy sokkal jobban segíti az olvasót, hogy hozzáférjen az olvasnivalóhoz, hiszen rengeteg olvasnivalót nem talál meg a közeli könyvesboltban, vagy már nem tudja esetleg megvenni. Nagyon sok olvasnivaló már meg sem jelenik nyomtatva, és az olvasó hozzáfér. Az írónak jó-e? Nekünk sok író küld el a könyvét, és ők azt mondják, hogy azért küldik, mert hogyha feltesszük az internetre egy keresett oldalra, például a Magyar Elektronikus Könyvtárba, akkor sokkal több olvasó emberhez jut el, mint hogyha néhány száz példányban megjelentetnék nyomtatva. Sokkal szűkebb az olvasó közönsége. Nagyon kíváncsian várom azt, hogy figyelem, hogy az irodalomnak a megnyilvánulásai, a közönségnek a bevonása, az, hogy az úgynevezett Web 2.0-as technikák, tehát amikor a közönségnek a jó szándékú része az irodalmi alkotások kapcsán megnyilvánul, véleményt formál, belefolyik az irodalomba, vagy maga is annak a alkotójává válik, az mit hoz létre, azt nagy érdeklődésen nézzük. Ha 5 csillagos skálán minősítjük az irodalmat, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy egyelőre az zavar talán bennünket még, hogy 1 vagy 2 csillagos minőségű eseményeket már látunk, de az igazi 5 csillagos klasszikus irodalomhoz méretű alkotásokat ez a korszak még nem szülte meg. De a technológia olyan gyorsan alakul és terjed, hogy minden esélyünk megvan arra, hogy ezek a nagyon komoly új tartalmak is megjelenjenek. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mikor következnek ezek be, de egészen biztos vagyok benne, hogy ez a rettenetes nagy mennyiség, ami körülvesz bennünket, ez meg fogja szülni a minőséget is hamarosan, és új izgalmak várnak ránk az interneten születő kollektív irodalom fényében. Azt gondolom, az internet is egy lehetőség és egy technikai eszköz. Többek közt arra, hogy nagyon széles körbe elérhetővé válik a tudás. Egyúttal persze ugyanez a veszély is fönnáll, hogy túl sok minden termelődik, és a felhasználók nem tudnak igazán jól válogatni ezek közül, nem azt kapják meg, ami valóban akár érdekli őket, vagy ami valóban értékes. Én nem tudom a megoldást erre ebben a pillanatban, az biztos. Azt lehet körülbelül látni, hogy aki kimarad belőle, az biztos, hogy nem fogja elérni az olvasóit. És azt gondolom, hogy mi szerepünk inkább az, hogy legalább azt a lehetőséget megteremtsük,
hogy mindaz a kultúra, amit mi őrzünk az Országos Széchenyi Könyvtárban, az elérhetővé váljon mindenki számára, és hogy minél több olyan kulturális értéket tudjunk begyűjteni a jelenkorból és a jövőből, amelyet szeretnénk megőrizni a későbbi korok számára. Az internet meg a digitális technika igazából nem úgy tud hosszú távon és biztosabban megőrizni, ahogyan a régi technikák, ugye a kemény anyagok, a kő, kültábla, vagy a pergamen, azok anyagukban voltak tartósak, de akkor nagyon kevés, sőt unikális módon készültek a dokumentumok. A digitális technika nagyon sérülékeny, viszont világgyorsan sokszorosítható, többszörözhető. Tehát talán biztosabb az, hogy mindig valamilyen digitális technika volt, hogy meddig lesz, azt nem tudjuk, lesz egy globális áramszünet, de addig, mivel nagyon gyorsan többszöröződnek, és van is egy természetes szelekció, hogy az többszöröződik gyorsan, amit olvasnak, keresnek az emberek, ott ez a biztosíték talán, hogy megőrződjön. Ahogyan a görög irodalomból is úgy tudom, hogy rengeteget nem tudunk, nagyon kevés görög dráma maradt meg. Az, amit átmásoltak egyszer, kétszer, lefordítottak, az jutott el a jelenkorban. Valószínűleg, hogy valami ilyesmi lesz a digitálisan rögzített kultúrával is. Október 17-én nyílt meg Tóth Alisza kiállítása a Zentai Múzeumban. A rendhagyó tárlaton a zentai csata posztmodern körképét láthattuk. A kiállítás ugyancsak rendhagyó módon zárult. A művész bemutatta, hogyan készült el az alkotás. Azért is ugye gondoltunk arra, hogy legjobb lenne, hogyha élőben is demonstrálnám a nyomtatás folyamatát, hogy az emberek betekintést nyerjenek a tradicionális, illetve a művészi, szabad művészi grafika apró technikai részleteibe. Tehát az is igazság, hogy maga a grafika művészete nem annyira, hogy úgymond populáris, és ezzel szeretnénk valahogy népszerűsíteni a grafikát. Magát a grafika készítésének a folyamatából csak a nyomtatást tudtam demonstrálni, mivel hogy ez több napos munkát igényel, ami a kísérletezést illeti, tehát továbbá is tervezek digitális formában gondolkodni, főleg ugye transzparens anyagok vonzanak. Tehát valójában az áttetszhetőség, ez a fő, hogy úgymond kedvenc játékom. Tehát voltak ugye különböző periódusok, különböző témákkal, de mindig valahogy, tehát akármilyen témát is választok, mindig ugye valójában ez az áttetszhetőség, különböző anyagokkal való játék, mert valójában a játék lényege. Tehát játék nélkül unalmas lenne. A jelenlétet látták. Tartsanak velünk a jövő héten is.